Köszöntöm Önöket, az Életvitelt látják, nézzék meg mai műsorunk tartalmát. Gyorsuló idő, rohamosan fejlődő informatika, digitalizációs robbanás történt. A munka, a tanulás, a kommunikáció és a szabadidő terén az információs technológiákat használni és alkalmazni kell. Ezt a tudást digitális írástudásnak nevezzük. Beszélgetésünk témája a digitális kompetencia. Digitális kompetencia és digitális kompetencia fejlesztés, ez lesz tehát a mai témánk. Köszöntöm a vendégeimet, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. Tanyiné Kocsis Anikó és Roma Ádám. Szerintem mindkettőtöket már ismernek, ismerhetnek a nézők, akár a mi műsorainkból is. Ugye szakértőként már többször beszélgettünk ebben a témában és más témában is, főleg oktatási témában. Ez a digitális kompetencia fejlesztés úgy tűnhet a nézőnek, hogy nagyon felkapott téma, nagyon divatos téma manapság. Van ennek alapja, hogy miért beszélünk és beszélgetünk akár az oktatási szintéren, akár a médiában, közmédiában erről annyit? Én azzal kezdeném, hogy amellett, hogy jól fogalmazta, hogy rendkívül divatos a téma, én inkább arra vetíteném a hangsúlyt, hogy nagyon aktuális. Aktuális több szempontból, hiszen mind az oktatásban, mind a mindennapi életünkben ugye rendkívül sok eszközt használunk. Távközlési eszközöket, számítógépet, stb. És hát ezekhez kell, ahhoz, hogy ezeket kezelni tudjuk, nyilván rendelkeznünk kell valamiféle kompetenciával. Ugye a kompetencia egy összetett dolog, ismereteket, készségeket és attitűdöket is magában foglal. Na most talán még itt annyit megemlítenék már a bevezetőben, bár erről biztosan fogunk még kicsit bővebben is beszélni, hogy jelenleg elindult egy olyan kormányzati program, a Széchenyi 2020 program keretében, ami egyértelműen a digitális kompetenciák fejlesztése címmel fut, és célozza meg azt, hogy a közoktatásban különböző fejlesztéseket hajtsanak végre. Tehát én úgy gondolom, hogy mind a mindennapi életünkben, mind az oktatásban, szabadidőben ez most valóban egy nagyon kulcsfontosságú kérdés. Ugye az oktatás lesz az első olyan szintér, vagy lehet az első olyan szintér, ahol professzionálisan tanulja meg a gyerek azt, hogy hogyan kell használni ezeket az eszközöket, és azért még mellette más egyéb információkat is elsajátít ezekkel az eszközökkel kapcsolatosan, de ma már azért arról beszélünk, hogy ebben a gyorsan változó világban a gyerek szinte beleszületik a digitális világba. Ezt hogyan tapasztalják, vagy miként tapasztalják a pedagógusok, hol csapódik ez le elsősorban? Igen, jól említetted, gyakorlatilag már az általános iskolában, első osztályban ez megjelenik. A mi iskolánkban, ami a Nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor tagintézményében is így van, hogy első osztálytól tanulnak a gyerekek informatikát, illetve felső osztályokban is van már magas szinten informatikai oktatás, úgyhogy úgy gondolom, hogy már általános iskolás szinten, de akár még korábban is oda kell figyelni a szülőknek, hogy mire az iskolába érkezik a gyerek, addigra már legyen egy alapkészsége, de természetesen, hogyha nincsen, akkor mi pedagógusok segítünk ebben, hogy a 8 év során olyan alaptudást szerezzenek, ami a későbbiekben is fontos lesz számukra. Lehet, hogy nagyon sokan meglepődtek ezen, amit most mondasz, hogy már az elsős és a picike elsős tanul informatikát, miközben tanulja az írás elemeit, meg a számokat írni és összeadni, kivonni, stb. Azért a jó néhány évvel ezelőtt még azt is láttuk, hogy amellett, hogy teret nyernek az informatikai eszközök, és nagyobb teret nyer, és egyre nagyobb teret nyer az informatika tanítása, valahogy egy kicsit féltettük és a gyerekeket a túlzott számítógép használattól, a túlzott internet fogyasztástól. Tehát a kettő között valahol meg kell találni a helyes középutat, hiszen már a digitális kompetencia nélkül pedig nem tudunk boldogulni a mai világban.
Igen, én ezt úgy érzem, hogy egy picit miszticizálva van ez az egész dolog. És az elsősorban annak köszönhető, hogy valljuk be, nagyon sok szülő nem foglalkozik a számítógéppel. Sem a munkájában, sem otthon. Na most van az emberekben egy ilyen, hogy amit nem használok, attól egy kicsit tartok is. És én ezt érzem, hogy sajnos így a gyereken csapódik, hogy ilyen csúnyán fogalmazzak, hogy nem veszek meg, kitolom azt az időt, nem veszem meg neki azt az eszközt, várjunk még, látod, mondja a káros példákat, sorolja, és egy picit így eltolja és távol tartja magától ezt. Holott ennek nem kellene így lennie természetesen. Mikor találja meg egyébként a szülő a helyes utat ebben a kérdésben? Úgy gondolom, hogy még csatlakozva, amit mondott Anikó, én az élethez is hasonlítanám az informatikát, tehát az életben is sok mindennel találkozunk, és szülőként, pedagógusként meg kell mutatni azt, hogy hogyan is lehet helyesen élni, illetve hogyan lehet helyesen használni az informatikai eszközöket, illetve az internetet. Én sem tiltanám, hogy minél később kapja meg azt a tudást a gyerek, ami számára azért elengedhetetlen a mai világban, hanem meg kell nekik mutatni, hogy mikor és hogyan használja ezeket az eszközöket, illetve az internetet. Mert hogyha kellően odafigyelünk rájuk, akkor ki fogja tudni választani, hogy azt az adott oldalt megnézhetem-e, illetve ne csak a számítógépes játékokkal foglalkozzak szabadidőmben, hanem ugye nagyon sok olyan feladatot is kitalálhatott van a gyerek, ami még a szülőnek is hasznos lehet. Most itt nagyon sok példára gondolhatunk, akár egy kirándulás megtervezhet egy gyerek, hogy hova megyünk, és ugye ezt mind az interneten találja meg, képeket keres hozzá, szövegeket ír. Szóval, ahogy kezdtem is, hogyha helyesen tanítjuk meg őket, akkor itt is az előnyöket tudnám majd a későbbiekben, tehát a gyerek az előnyöket tudja majd hasznosítani. Szerintem pedig lehet, hogy érdemes is ezt a témát úgy megvilágítani, hogy a digitális kompetenciára milyen területeken van szükség, tehát szükség van a munkavilágában, és ott pedig egy nagyon magas szintű használata az IKT-nak és az internetnek, szükség van a kommunikáció terén, és úgy használjuk az internetet és ezeket az eszközöket a szabadidőnkben is. És talán itt, hogyha egy picit alacsonyabb szinten értünk ahhoz, akkor nincs olyan nagy probléma, mintha mondjuk a munkában találkozunk ezekkel a rendszerekkel, és nem értünk hozzá. Tehát ma már azt mondják, hogy a funkcionálisan analfabéta az, aki nem érti a digitális világot, vagy nem tud a digitális eszközök világában készségszinten tájékozódni és használni ezeket az eszközöket. Úgyhogy mindenféleképpen érdemes ezeket a területeket szétválasztani, én úgy gondolom. Tehát a változó világ megköveteli azt, hogy minél inkább alkalmazzuk ezeket a technológiákat, és valljuk be őszintén, hogy generációs különbségek vannak már abban, hogy ki milyen szinten tudja használni ezeket az eszközöket. Valóban így van. Tari Anna Mária, pszichológus szakíró az, aki nagyon sokat foglalkozott ez, és számos könyve jelent meg a net generációk kapcsán. És ő nagyon jól jellemzi ezeket a generációkat, nem csak azzal, hogy a mindennapi életében benne van-e már, vagy csak tanulta, hanem úgy is, hogy a gondolkodásmódjuk milyen. Tehát mondok egy példát, én az X generációhoz tartozom, vagyis én rendelkeztem már ugye egyfajta tudással, képzettséggel, amikor megjelentek ezek az eszközök. Én tisztán emlékszem, hogy annak idején 93-ban mekkora újdonság volt számunkra az internet bevezetése itt a nyíregyházi akkori Bessenyi György tanárképző főiskolán. Nyilván nekünk ezt meg kellett tanulni amellett, hogy rendelkeztünk már egyfajta látásmóddal, gondolkodásmóddal. És hát ugye utána jött az Y generáció, aki szintén már, hogy mondjam, megszületett akkor, mikor ezek az eszközök megjelentek. Jelenleg ők most egyébként az én hallgatóim, lehet ezt mondani. Egy olyan 90-es évek elején született generációról van szó, és hát még rájuk is igaz az, hogy már ugye a tanulmányokat megkezdték akkor, amikor 95-ben először bevezették a NAT-ot, NAT keretében ugye az informatika tárgyat. Tehát magyarán
Náluk érzem én azt, hogy egy ilyen viszonylagos egyensúly van. Tehát, hogy már van egy kialakult látásmódjuk, úgy kapták hozzá a különböző eszközöket, és van egy pici egyensúly, tehát én ezt érzem. Míg a Z-generáció, akik ugye a legfiatalabbak, és biztosan Ádám megerősíti ezt, hogy alsó tagozatosak, ők náluk már ez az egyensúly felbomlott. Tehát itt már sokkal inkább azt lehet érezni, hogy a különböző eszközök használata elviszi egy picit, hogy így fogalmazzak a gondolkodásukat. Jellemző rájuk ugyanis ez a bizonyos multitask dolog, hogy párhuzamosan használnak nagyon sok mindent. Tehát én látom a saját gyerekemen, hogy amellett, hogy csetel, mondjuk mobilon, közben képes táblagépen játszani. Tehát ezek egyszerre több kütyüt is képesek használni, és ugyanúgy csinálja is, tevékenykedik. Amit még így elmondanék például, nagyon érdekes, hogy ugye a memoriterek, amikor szöveget kell nekik megtanulni, megtanulják, de időszakos. Egy idő után meg lehet figyelni, hogy az emlékezet az nem fogja ezt eltárolni sokáig, frissíteniük kell, de rögtön tudja, hogy hol van ez a felület, ahol ő utána tud nézni, és meg tudja nézni azt, hogy hogyan tudja ezt frissíteni. Tehát egy nagyon érdekes generáció jelent meg, és hát azzal nem ezt a gondolatmenetet, hogy aztán a legfrissebb nemzedék az alfa generáció, akik már most ilyet olvastam a héten, hogy 2 évesen számos kütyüt tudnak használni, be tudja kapcsolni, és el tudja indítani. Tehát ez az informatika tanároknak mindenképp kihívás lesz a jövőben. Én most erre gondoltam pont, hogy amikor bemegy egy olyan osztályba, ahol már ebbe születtek bele a gyerekek, akkor hogy ott újat mutatni, ott újat mondani, és hogy ott hogyan közelíteni meg akár a tantárgyat, de más tantárgyakat is, erről majd mi fogunk beszélni nyilván. Szerinted, Ádám? Hát körülbelül egy hónappal ezelőtt voltam a Modern Pedagógus Konferencián, akkor épp ott volt a Tarjonna Mária, úgyhogy nagyon sok hasznos információt hallottam én is, és csak meg tudok erősíteni, tehát tényleg 2 éves kortól már gyakorlatilag napi szinten használják ezeket az eszközöket. Mi úgy gondolom, hogy ezért nem helyes, mert gyakorlatilag utána már ugye magasabb lesz az igény, mondjuk 6-7 évesen, pedig akkor még nem kellene. És ő is nagyon kiemelte, hogy a gyerekeknek a gyerekkoruk az gyakorlatilag már nem is létezik, hanem a felnőttekkel gyakorlatilag együtt nőnek fel, és tehát számtalan olyan problémákhoz vezethet, amelyeket tehát a gyerekek megsérülnek, és itt lelki értelemben is lehet ezt érteni. Amit pedig ugye említettetek, hogy nekünk mennyire kihívás, igen, én is tapasztalom. Tehát az, hogy bemegyek és egy krétát megfogok, és elmondom, ugye fizika a másik szakom, elmondom a tananyagot, az már nem azt mondom, hogy nem érdekli őket, de nyilván, mivel nagyon sok impulzus éri őket, nekem is nagyon fel kell készülnöm, hogy azt az adott tananyag részt úgy tanítsa meg, hogy érdekelje őket, illetve digitális dolgokat vigyek be. Ugye nálunk is nagyon sok teremben van interaktív tábla, nekem is van laptopom, úgyhogy amit lehet, én azért próbálok kihasználni, mert így úgy gondolom, hogy az érdeklődést fel tudom kelteni. És a hagyományos oktatási módszerek és tanulásszervezés mellett már igénylik azt, hogy ezeket az elektronikus tananyagokat is használja a pedagógus, tehát ilyen tekintetben is kihívás, meg úgy összességében az informatika tanításra is gondoltam, hogy az is kihívás már ennek a generációnak összeállítani azt a tartalom anyagot egyáltalán, tehát azt a tananyagot, amit ő még érdekesnek és újnak tart, tehát ez majd a tananyagfejlesztésnek lesz szerintem a következő években a feladata. Ezt pedig már az egyetemen jobban látják. Igen, annyit azért hagyj említsek, hogy az említett digitális kompetenciák fejlesztése program keretében van is egy ilyen blokk, amely az eszközfejlesztés mellett a tananyagok készítését célozza meg, illetve a pedagógusok továbbképzését. Egyértelműen kimutatható az, hogy ezt a generációt, tehát amit említettem, a Z és az Alfa, a legújabb generációkat, azzal lehet megfogni, hogyha motiváljuk őket. A motiváció pedig csak úgy történhet, hogyha ezeket a számukra nagyon érdekes technikai eszközöket bevonjuk az oktatásba.
Egyébként részletesen megnéztem én ezt a programot, és ott fel is sorolja, hogy például a mobileszközök, hogy mondjam, szélesítésére nagyon nagy szükség van iskolánkban. Míg az otthonokban például megfigyelhető, hogy van táblagép, mobiltelefonok, stb. Magyarország ebben egyébként nagyon jó ellátottsággal bír a mobiltelefon terén. Mindenképpen az kell, hogy mondjuk, hogy az iskolákban viszont nem. Tehát a programnak nagy előnye lesz, én úgy gondolom ez, hogy ezeket az eszközöket, és hát talán még annyit említenék meg, amire én felkaptam a fejem, és nagyon megörültem, hogy a wifi hálózat fejlesztése az iskolákban, ami nagy hiányosság, valljuk be, korszerű eszközöket lehet így beszerezni, és hát biztosítani azt, hogy tényleg tananyaghoz tudják használni ezeket a mobil eszközöket, gördülékenyen, ugye itt ez a lényeg, hogy széles sávú képítés ugye megtörtént, viszont a belső hálózatok fejlesztése az egy kicsit gyerekcipőben jár, tehát ez egy nagyon jó lehetőség lesz. Közben eszembe jutott az, hogy mérjük mi egyáltalán az iskolában a gyerekeknek a digitális kompetenciáját, digitális írás készségét? Azt kell, hogy mondjam, hogy nem igazán mérjük. Egy nemzetközi felmérés, a sokak által ismert PISA felmérés viszont igen. 2009-ben került be először ez a bizonyos digitális szövegértés blokk. 2012-ben, hozzáteszem, rögtön csatlakozott Magyarország ehhez, 2012-ben opcionális volt, tehát volt olyan ország, aki csatlakozott, volt, aki nem, ez a részhez. Magyarország igen, és meg kell, hogy mondjam, hogy rendkívül siralmas eredmény jött ki. Gyakorlatilag Európában utolsó helyen végeztünk, és a 32 ország, felmért ország között is nagyon-nagyon utolsó helyen kullogunk, utánunk még 3 ország következik. Na most, ahogy én olvastam az elemzéseket, tehát nyilván ezen el lehet gondolkodni, hogy ennek mi az oka. Egyértelműen hozza azt, hogy bizonyos helyzetben, tehát azt mutatták ki, hogy nem a probléma megoldással volt gond, adott feladatot kellett elvégezni, digitálisan kellett megkeresni a gyerekeknek valamit, részletes utasítás alapján, és hát ott egyértelműen az jött, hogy nem a probléma megoldó készsége volt itt a gond, hanem maguknak az eszközöknek a használatával, a módszertannal, a mikénttel, hogyan fogjon hozzá, hogyan bonyolítsa le, stb. És amíg mondjuk egy észt vagy ír gyerek nagyon könnyen, flottul ezt meg tudta oldani, sajnos az történt, hogy a magyar gyerekek egyáltalán nem voltak ebben jártasak. Tehát nagyon-nagyon rossz eredményt kaptunk. Úgyhogy én ezt gondolom, hogy mindenki számára egy intőjel, pedagógus számára, kormányzat számára, a szülők számára is, ezen mindenképpen változtatni, fejleszteni kell. Ez érdekes, mert egyik oldalon ugye arról beszélünk, hogy ezek a generációk már sokkal több ismeretanyaggal és készséggel rendelkeznek. Másik oldalon pedig ezek szerint van itt is hátrány, és van mit behozni. A pedagógusok ezt hogyan próbálják kompenzálni, vagy hogyan lehet mondjuk informatika órán, de bármilyen más órán kompenzálni azt, hogyha, mert nyilvánvalóan nem egy iskolában, vagy egy osztályközösségben sincs mindenki azonos szinten, vagy nem azonos mértékben éri el ezeket az eszközöket, akár otthon, vagy a családban, stb. Milyen stratégia van erre vonatkozóan, hogy azért egy szintre hozni, ahogyan matematikából, ahogyan magyar irodalomból és szövegértésből ezeket a diákokat? Nagyon gyakran használok az óráimon projektfelaltokat, és azt tapasztalom informatika órán is, hogy a gyerekek nagyon szeretnek így egyrészt dolgozni, másrészt sokkal könnyebben, gyorsabban megúrnak egy adott feladatot. A múlt héten például PowerPointban tavasszal kapcsolatban, illetve a húsvéttel kapcsolatban is készítettek projektfeladatot, 3 csoportokban, és nem egy embernek kellett ugye utána nézni, hanem mindenkinek meg volt az adott feladata, egymás között megbeszélték, de ott is nem csak szóban, hanem mondtam, hogy interneten is megbeszélhetik a levelezőrendszerben, és 45 perc alatt nagyon sok olyan munkák készültek, amelyek, ha csak egy ember készítette volna el, akkor nem sikerült volna úgy, ezt utána meg is beszéltem velük, hogy nagyon igénylik az ilyen munkákat, és ugye mindenki megtalálja ott az erősségét, tehát valaki képet keresett, valaki szöveget, valaki a saját tapasztalatát írta le, akár itt, ha említem a
húsvéthoz kapcsolódó locsoló verset írt be, illetve keresett hasonlót, ami neki tetszik. Tehát úgy gondolom, hogy tehát a projekt munkákon már általános iskolában is nagy hangsúly kell, hogy legyen. Mint említettem, tehát én nagyon szeretem, és fizikából is alkalmazom. És a gyerekeknek nem csak az informatikai tudása, hanem az egymáshoz való kötődésük is erősödik. A szociális készségeket is lehet ezzel a módszerrel természetesen. Igen, és az osztály közösségemben is alkalmazom ezt, és ők is nagyon szeretik. Tehát úgy gondolom, hogy a frontális munkát nyilván van, hogy kell használnunk, de azért egyre inkább a csoportos feladatoknak kell, hogy úgy gondolom, informatika órán is, hogy megjelenjenek. Hát egymást segítve tanulhatnak tulajdonképpen. Amikor, mert azért szögezzük le, hogy a gyerekek, tehát ez a generáció szeretik ezeket az eszközöket, szeretik használni. És amikor megkérdezitek, hogy miért jó ezeket használni, vagy miért szeretik, mit mondanak? Én annyit tennék ehhez hozzá, amit én látok a saját magánszférámban is, illetve az oktatásban is, hogy nagyon megfogja őket a grafikus felület, a multimédia, ugye, a sokszínűség, a hangkép zene együttese. És hát ez a generáció, meg egyébként is maga, ahogy mondjam, a kamasz korosztály nagyon fogékony, például a zenére, ezt látom, ez nagyon szépen lejön. A másik az, hogy kibontakozhatnak, nem kell a teljes személyiséget oda tenni. Tehát mennyire más egy élő beszélgetés, ahol azt érzi az ember, hogy ott magát fel kell vállalnia, és egy picit érzem ezt, hogy ha ilyen elektronikus eszközt használ, akkor ott egy picit rejtve maradhat az ő egyénisége, nem kell teljes gőzzel odaadnia magát, és hát ez rendkívül vonzó is lehet. Én is úgy gondolom, hogy bátrabbak, tehát ezt a közösségi oldalakon is nagyon lehet tapasztalni, ami néha előny, néha hátrány. Itt is úgy gondolom, az előnyeket kell mindenképp megkeresni. Illetve, ahogy korábban is mondtad a saját lányodnál is, hogy egyszerre csetelnek, zenét hallgatnak, van, hogy még a filmbe is belenéznek, hogyha otthon esetleg a szülők tévéznek. Tehát ha akarjuk, ha nem, ők már így fognak felnőni, és nekünk ezt erősítenünk kell, hogy helyesen használják ezeket a dolgokat. Szerintetek mire kell megtanítani elsősorban őket, tehát az informatika tanároknak, a pedagógusoknak, már nevezem így őket, hogy a digitális benszülötteket, tehát azt a generációt, akik beleszületnek ebbe? Az első és legfontosabb az, hogy tartalmakat tudjanak előállítani. Tehát nyilván azokat az alkalmazásokat ismerniük kell, amivel tartalmat állít elő, magyarán szöveget tud, prezentációt tud, táblázatot, stb. Ez ma már alap. Munkaadók is ezt kérik gyakorlatilag. Én, ahogy néztem, egy friss tájékozódás volt a héten részemről, profession.hu, stb. Egyértelműen a Microsoft Office program csomag használatát kérik például, nagyon érdekes. A másik pedig az, hogy a kommunikációs eszközöket tudják használni, tehát a chatet, a Skype-ot, stb. A kettő együtt természetesen összefüggés mozog, de én úgy gondolom, hogy ezek a legfontosabbak. Én is egyetértek, az Office csomagot én is azért részletesen tanítom, illetve még kiegészíteném, hogy amikor órai munkák folynak, vagy házi feladatot is, szorgalmi feladatot is felszoktam adni, akkor ugye levelet írnak mindig a diákok, és ott meg is tanítottam nekik, hogy nyilván egy levelezésnek van formája, tehát nem csak elküldöm az adott munkát, és ugye az elején ez még szokatlan volt nekik, de ugye megszólítás, tartalom, elköszönés, tehát lehet itt így is nevelni, úgyhogy illetve amit említette, hogy a Skype-ok, a chatek, a gmailek, most is ugye országos digitális téma hét van, és egy kicsit hazabeszéltek osztályfőnöki órán tegnap, Skype-on felhívtunk egy vendéget, a Belmondó együttesből, Cutor Zoltán, és az osztályfőnöki órát úgy tartottuk, hogy ugye kommunikáltunk vele, a gyerekeknek nagyon tetszett, nekem van egy ilyen program, amit az osztályomban kitaláltam is, és hétről hétre alkalmazzuk. Tehát ebből is tanulhatnak, hogy ha van egy illető, aki esetleg távolabban, illetve nem olyan elérhető, interneten mégis, mintha ott lett volna köztünk, nagyon tetszett nekik ez az óra.
Mint egy videokonferencia tulajdonképpen, hogy ott részt vesz, és akkor tudtok beszélni interaktív módon. Igen. Hogyan tanítsuk meg számukra, és akkor nem csak a pedagógusok, hanem a szülők is, hogy az internet, a számítógép és az, amit ők minden nap ugye használnak, különbség van a valóság és a virtuális világ között, illetve még az a kérdés jutott az eszembe, hogy az is egy örök dilemma számunkra, hogy mennyi időt töltsenek vagy tölthetnek a számítógép előtt. Van-e erre valamilyen ideális válasz? Én úgy gondolom, hogy túl sok időt töltenek a számítógéppel és a mobiltelefonnal. Egyértelműen én azt érzem, hogy a korosztályukból adódóan muszáj valamilyen gátat beépíteni. Ez a szülőnek lenne a kompetencia, én úgy gondolom. A másik dolog, a szülő felelősség az is, hogy meg kellene tanítani őket ezeket az eszközöket helyesen használni. Tehát valóban azt, hogy tudatosítani, hogy akivel te most ismeretlenül csetelsz, az nem biztos, hogy az, akinek mondja magát. Lehet, hogy egy teljesen más ember. Lehet, hogy nem hiteles az az információ, amire bukkantál. Lehet, hogy egy fals, egy nem valós információ. Tehát nagyon nagy a felelősségünk, és hát ugye az oktatás felelősség és a tanárok felelőssége is. Megint kicsit haza kell, hogy beszéljek. Bringatúrákat szoktam szervezni, kifejezetten ezzel a céllal is, hogy a gyerekek sportoljanak, és nagyon sok pozitív visszajelzést kaptam. Volt egy szülő, aki odajött, és mondta, hogy örül, hogy a gyereke jár biciklizni, addig se a gép előtt ül. Tehát nyilván nekünk pedagógusoknak, de ahogy említetted, a szülőknek is ez lenne a feladatuk, hogy azért egész nem ülhet a gyerek a gép előtt, tehát legyen társas élete is, illetve ugye nagyon jó, hogy egymás között azért játszanak számítógépen, de úgy gondolom, hogy az internet előtt azért magányossá válik az ember, és azért közösségi emberek vagyunk, úgyhogy olyan... Úgy kell az elidegenedés, igen, ez jutott eszembe írtam. Úgy kell az életüket megszervezni, illetve megtanítani őket az életről, hogy nagyon fontos az informatika nyilván, de azért lássunk túl azon. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek és beszélgethettünk erről a témáról. Én úgy gondolom, hogy tovább fogjuk tudni még ezt majd beszélni egy következő alkalommal. A nézőknek a figyelmet köszönöm, viszontlátásra! A helyszínt a Hotel Aventinus biztosította.